Sziasztok, ez itt a Sztáröltöző, egy olyan interjú műsor, ahol kedvenc, híres barátaimmal beszélgetek az életükről, a karrierükről, aktualitásokról, és természetesen a ruhájukról és a stílusukról, hiszen tudjuk, hogy a stílus maga az ember, egy olyan kommunikációs lehetőség, amivel szavak nélkül beszélhetünk önmagunkról, a személyiségünkről. Remélem, nagyon kíváncsiak vagytok már arra, hogy ki lesz a mai vendégem. Rögtön megtudjátok! A Sztáröltözőben ma egy nagyon kedves barátnőmet kérdezgetem és öltöztetem. Ő az, aki gyerekkorában a legszívesebben egy cseresznyefa tetején ült, illetve fiatal kora ellenére Magyarország egyik legrangosabb költője írt neki színdarabot. Azt mondják, hogy egy nagy aktivista, szereti az embereket, szereti az állatokat, és azt is tartják róla, hogy ő az összekötő kapocs az orosz drámairodalom és a mainstream televíziós showműsorok között. Van olyan színésznő, aki képben erősen él, és most nem feltétlenül filmforgatásról vagy tévésorozatról beszélek, hanem Eke Angéla, mint kép, ez egy nagyon erős oldala a te folyamatos alkotásodnak, és ehhez hozzátartozik a stílusod, és az a fajta kép, amit magadból kreálsz. Ez mennyire tudatos, mennyire, hol indult el? A cseresznyefán már tudtad, hogy te egy divat stílus őrült leszel, vagy ez honnan indult és hogyan fejlődött? Hát ez valahol szerintem a Dallasból a Samantha, onnan indult, mert a lakótelepen ekkoraként nézem a Dallast és felveszem anyukámnak az estéi ruháit. 80-as évek? Igen, és valami pálcajátékkal cigizek, és valahogy ez a diszharmónia az, ami szerintem valahogy így megalkotott engem akkor már. És én úgy gondolok az öltözködésre egyébként, hogy amúgy az abszolút önkifejezési forma. De nem feltétlenül úgy, hogy jaj, én most egy konszolidált, vagy én egy vadóc lánynak akarom mutatni. Nem, semmi ilyen, egyáltalán. Hanem egész egyszerűen a saját komfortomat keresem ebben is, hogy miben érzem, mikor érzem jól magam, hogy most az kell, hogy puha legyen, ami rajtam van, hogy el akarok benne bújni, akkor legyen nagy, vagy amikor éppen meg akarom magam mutatni, tök sokszor rájöttem, hogy akkor is jó, ha valami nagy dolog van rajta. Szóval, hogy folyamatosan vizsgálom ezt a dolgot. És egyáltalán se nem konvenció, és semmilyen kompromisszum nincs öltözködésben. Ez valami fajta ilyen tapintás, szaglás és mindenféle érzékelés egyszerre, amit a ruhák jelentenek neked? Igen, abszolút. Struktúrák, szövetek, rétegek, anyagok, mert ugye érintkezik a testtel, és az nagyon, nagyon nem mindegy. Én például azért nem hordok melltartót. Egyszerűen szorít. Megfájdunk tőle a fejem, hogyha itt ezt a csontot így valaki folyamatosan szorítja, meg hát nincs elhelyre szükségem sajnos, vagy nem sajnos. Szóval, hogy igen, hogy az kell, hogy Jól érezzem magam benne. Például a színpadi jelmeznél fontosabb az, hogy hogyan érinti meg a testedet a jelmez, mint az, hogy vizuálisan például milyen? Nem, ott nem. De a ruhában igen? Tehát a hétköznapi ruhában igen? Ott igen. Színpadon nincs kegyelem. Tehát ha azt gondolom, és azt gondoljuk közösen a tervezővel, hogy annak olyannak kell lennie, akkor nyugodtan lehet akár, nem tudom, bántó is az anyag. Az is hat valahogy lélekre. Tehát az is hatás. A civil életben hordasz jelmezt néha? Tudatosan? Igen. Védelemből vagy manipulációval, mikor miért? Aha. Igen, mikor miért? Van, amikor manipulálni szeretnék vele, van, amikor azt akarom, hogy vegyenek észre. De hogy ez a színekkel?
korszakok vannak az életemben. Mit csepreg évennel? Nagyon jó, igen. Mint sokunknak. Igen. Korszakok vannak, és most úgy érzem, hogy tisztulok. Tehát egyszerűen most tiszta vagyok. Tényleg, tiszta vagyok színekben. Abszolút. Nincsenek durva kontrasztok, nagyon durva minták. Most. Egy hónap múlva simán lehet. Mennyire vagy tudatos az öltözködésben is, mert ugye a fogyasztási szokásaidban és mindenben ugye aktivista életmódot folytatsz, ez a ruhákban meg tud valósulni teljesen? Figyelj, teljesen semmilyen tudatosság nem tud megvalósulni az életünkben, tehát mindennek vannak hátrányai. Én alapvetően annak vagyok híve, és igyekszem azt szerint élni, ahogy egyébként az életben is, hogy ilyen ész nélküli pazarlás ne legyen. Tehát felesleges pazarlás ne legyen. Nem kell megvenni a 60. pólót, 60. ugyanolyan botját, ugyanolyan semmilyen dolgot. Egy picit tradíciókra, történetekre, értékekre vágyom. És azt gondolom, hogy egy-egy olyan darab, ami vagy egy tervezői alkotás, egy kreálmány, az egy történet, az egyszerűen munka, érték. Akkor egy régi holmi. Ennek lelke van. Kidobott holmi. Lelke van. Vagy egy cekkel. Tehát, hogy ezeknek mind nagyon. Arról nem beszélve, hogy használható, tehát nem kellett újat venni. Nagy ruhatárad van? Könnyen válsz meg dolgoktól? Nem válok meg könnyen dolgoktól. Nagy ruhatáram, vagy nem, nincs nagy ruhatáram, de azt gondolom, hogy így is vannak elfeledett holmik. Tudod, amikor kinyitod, és azt mondod, hogy rácsodálkozom. És akkor megpróbálom azt a korszakomat egy picit feleleveníteni. Visszajönnek azok a... mint egy jelmezelés. Visszajön a karakterben, hogy milyen volt. Nagyon jó, igen. Tehát nagyon jó, amit mondasz. Tehát, hogy tudom a saját karaktereimet váltogatni. Ezt többször említetted már, hogy nehezen jöttél erre a világra meg, nehezen érkeztél meg. A nőiességedet ez befolyásolta? Persze, mind a mai napig úgy gondolom, igen. Úgy gondolom, hogy nem könnyű a helyzetem ezáltal, mert nagyon vágyom arra, hogy esetleg én egy olyan nő legyek, vagy nekem legyen egy olyan családom, amilyen nekem nem volt, de ugyanakkor van bennem egy nagyon erős félelem és egy gát. Hogy mi van, hogyha a sors ismétli önmagát, ha a történelem ismétli önmagát, és hogyha esetleg majd velem is megtörténik ugyanaz, mint az anyukámmal, hogy úgy alakul, hogy egyedül kell esetleg vállalnia egy gyereket, és az én vágyaimban az szerepel, hogy család, hogy van. Tényleg egy ilyen szövetség. Úgy képzelem el a családot. Milyen lenne a te családod? Hogy lennének a szerepek? Júj, hát én nagyon tyúkanyós tudok lenni, abszolút. Tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogy egy olyan nagymama lennék, akinek a keze mindenhova elér, szerintem. Egy ilyen mamma típus. De közben meg ilyen mindenféle konvenciótól mentes. Tehát szerintem a mi családunkban így nagyon-nagyon az élményekre és a közös olyan élményekre biztos, hogy nagy hangsúly lenne fektetve, hogy akármit csinálunk, az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat. Tehát teljesen mindegy, ha nem tudom, kapálnunk kell,
nagyon sokáig, vagy felásni egy kertet, akkor azt tudja, hogy úgy fogjuk csinálni, hogy az egy nagyon jó emlék, és egy nagyon jó program legyen. Játszanék veled egyet, mert ugye a véletlen pillanatoknak a meglátásához hozzátartozik az is, hogy akár magunkat meglássuk úgy, ahogy még nem láttuk, és arra nézzünk rá, és kezdjünk vele valamit. Mit szólsz hozzá? Imádom. Várom. Akkor mindjárt jövök. Kérem tisztelettel. Mire készülsz, te vadállat? Összetettem ezt azt. Összeszedtem ezt azt. Pillanat. Várjál. Beljebb húzom. Figyelj ide. Igen. Arra gondoltam, hogy hozok mindenféle cuccot. Gondolatot akarom, a mögöttes gondolatot. Oké. Mit, miért? Először is ugye azon gondolkoztam, hogy ha valakivel lehet genderfluid öltözködésről beszélni, az te vagy. Hiszen te voltál azt hiszem az első csaj, aki Zsigmond Dóra férfi kollekcióját hordtad. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy először is mivel ez a kifordítom magamat, kifordítom a lelkemet, mint egy színésznő, ez nekem nagyon passzol a Lakatos Sándornak ezekkel a gyönyörű szép, gyakorlatilag kívülre rakott, átlátszó zakóival, ami nekem egy picit a színészetet is szimbolizálja. Aha. És ezt meg szeretném nézni, hogy ez hogy van rajtad. A másik Ferenc Borbála, aki egy zseniális erdélyi csaj, aki upcycling divatot csinál, olyan ótkütő dolgokat, amiket gyakorlatilag mindenféle maradékból vág össze, var össze, kicsit amint a kintsugi a porcelánoknál, tehát szakadt, haszontalan dolgokat vesz meg, vagy szerez meg, és összevarja őket, úgyhogy ezt is megnézném, hogy ebből mit látunk meg rajtad, ha fölveszed. Vannak ebből is egészen zseniális dolgok, például ez a Jackie, ami nejlomba van varva. És hát ugye, ami még engem nagyon érdekel szintén, a Szegedi Katának ez az ezüst dolga, mert én azt gondolom, hogy benned van egy királynő, és királynőt még nem nagyon játszottál. És ha te királynő lennél... Azt hiszed? Játszottál? Én azt mondom, hogy mit szeressek, én lehet, hogy azt mondom, hogy nézzük meg azt, például ugyanazt az akót kétszer. Jó. Jó? Adok neked egy nadrágot hozzá, tessék parancsolni, és szerintem először kezdjük a fehérrel. Jó. És várlak itt vissza. Oké. Okay. Szerintem ehhez a fekete. Nagyon jó. Lesz a jó. Oké? És? Nagyon jó. Ennyi. Lehet, hogy akarom. Őrület, nem? Lehet, hogy akarom. Jó, figyelj, velem lehet beszélni. Na nézzük meg, bújjál bele. Oké. Okay. Várlak vissza, szívem. Sziasztok! Milyen volt ez a cucc? Harmadik Richárd, nőben. Tehát én felvettem, és azt éreztem, hogy ez most, hogy ebben most el tudnám játszani, így ahogy vagyok. Van benne egyfajta esendőség, olyan diszonáns is, de közben meg mégis így bevágni az erőt. És azt tudod, hogy ez önkéntelenül pont ráhibáztál, hiszen itt van pont a púpodon egy gyönyörű szép brosz. Jó, de jó. Ami egy király. Te így még senki nem mutatta meg harmadik riadat, hogy gyönyörű. Hogy ott van a púpon a pár. Igen, a királyi brosz. Igen. Igen, nagyon szívesen. Menő. És a fekete volt a jobb, nem? Igen, a fekete. Tehát a feketében. Most úgy érzem, hogy abban amúgy így jól el is tudok bújni, de ha kell, akkor így elóbít vagyok. Igen. Na jó, akkor most nézzük azt, hogy mi van akkor, hogyha ebből egyszer csak elindulunk. Igen. Egy ilyen irányba. Borbála. Igen. Egy fűző, egy ingruha. Aha. Jó, igen. Sok réteges. Aha, jó, oké, nézzük. Nézzük meg, oké? Okay? Szuper. Nézzük.
Nekem abszolút beleférnem kell ez itt kívülniába is. Igen, és azért, mert valahogy ez a sok anyag, ez a sok réteg úgy egymáson nekem valahogy valakinek az ilyen összetettségét tudja megmutatni talán. Lehet, hogy egy picit mahe módon, de mivel ez egy otkotűr kabát például, ezért mindenféleképpen belefér a túlzás. Szerintem ez egy tipikusan olyan kabát, hát ebben benne van az életed, anyukám. Ez egy szép darab. Nagyon. Egy kifejezetten szép darab. Pedig elsőre ránéztem, most nem az volt nem azt mondtam volna rá, hogy szép, vagy hogy ez rajtam például formásan, nem gondoltam volna, hogy fog kiadni formát, de valahogy mégis van, derék, ezért minden. Na nézzük akkor a harmadikon. Ezüst beöntelek, jó? Yes! Keményedtél. Tényleg? Aha, keményebb lett az arc játékod, kemény, tehát valahogy keményebb karakter lettél. És szerintem ez nem ilyen szőkelőség miatt van, hanem amiatt van, hogy egész egyszerűen ez mindenféle szempontból egy álca. Nekem. Meg egy páncél, nem egy ez páncél, az egész? Egy páncél, egy pajzs, egy álca, tehát hogy igazából a haj mögé, minden mögé elbújni, és így onnan kifigyelgetni, hogy hol mi a helyzet. Aki ilyen szőkére jut el, az már túlzottan valamilyennek akarja magát mutatni. Hát igen, végülis a Marilyn Monroe is saját magából egy ilyen, igen, egy túlzásig vitt stilizációt csinált, nem? Egy szobrot, tehát hogy igen, tehát hogy igazából ez egy ilyen... Hát ő ezt is mondta, hogy én nem sztár akarok lenni köztetek, hanem legenda akarok lenni nektek. Igaza volt, de valahogy szerintem azért nem ilyen volt. Nem. Ez valóban egy ilyen presszó szőke. Na akkor most gyors kérdések, gyors válaszok. Mikor érezted magad a legboldogabbnak? Tegnap előtt. Mi lenne az a szerepálmod, amit még soha nem játszottál el? Júlia. Milyen szerepet utasítanál vissza? Nem utasítanék vissza. Film vagy színház? Filmszínház. 80 évesen mi lenne a legdurvább ruhadarab, amit fölvernél? Bármi. Egy kísérlettel készültem mostanra. Olyan embernek tartalak téged, aki végtelenül emocionális, nagyon gazdag belül, de szavakban pedig egyszerűen brainírozol, de mindig. És nagyon szeretem az összes történetedet, hogy mihez, hogy állsz hozzá szavakban, és én most egy olyan kalandra szeretnélek hívni, hogy nem beszélhetsz egy szót sem, és csak is kizárólag egymás tekintetébe rémlethetünk, tehát egymás tekintetébe kell néznünk. Én azt gondolom, hogy fognak lenni történni dolgok, hogyha bármelyikünk úgy érzi, hogy neki az sok, vagy szeretne kiszállni, akkor nyugodtan kiléphet, egyébként pedig bármi történhet. Tudod, hogy nézettem már Abramovicsot, és mindig is szerettem volna kipróbálni azt, hogy milyen az, amikor bennünk a másikban. Thank you.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. És hát köszönjük szépen, hogy ti is itt voltatok. És ugyanilyen szuper, szuper, szuper sztáröltözőkkel jövök még hozzátok. Azt nem állítom, hogy a végén még kósba leszünk. De ez most nagyon jó.